Itt sétálunk a Nemzeti Múzeum történeti kiállításának reformkori és 1848-as termében, ahol a múzeumunk munkatársai a műtárgyakon keresztül igyekeznek bemutatni számunkra ezt a különleges történelmi korszakot, az 1848-49-es eseményeket és azok főszereplőit. Itt van például elsőként Széchenyi István gróf, aki az 1825-ös pozsonyi országgyűlésen tett felajánlásával megindította azt a reformmozgalmat, amely végül Magyarország 1848-as polgári és alkotmányos átalakulásához vezetett. De különleges helyet foglal el kiállításunkban Petőfi Sándor alakja, a pesti március 15-i forradalmat kirobbantó március ifjak vezére, akinek kokárdája máig Nemzeti Múzeumunk legféltettebb kincsei közé tartozik. És itt van ez az íróasztal, amelyet Batthyány Lajos gróf használt, az első felelős magyar kormány mártír miniszterelnökének állít emléket. De semmiképpen sem feledkezhetünk meg Kossuth Lajosról, a szabadságharc vezéréről, az 1848-49-es események talán legismertebb személyiségéről, akit kormányzó elnöki díszruhája idéz meg számunkra. De most mégsem ezekről a kiváló férfiakról lesz szó, hanem azokról az asszonyokról, akik hűséges hitvesként álltak férjük oldalán, és a szabadságharc leverését követő megtorlás idején is osztoztak férjük szomorú sorsában. De vajon milyenek is voltak ezek a hölgyek valójában? Mit gondoltak róluk a kortársak? Most röviden ennek járunk utána. Cressons viruló, mint egy rózsa, jegyezte fel naplójába a későbbi felesége nevét Széchenyi István gróf 1824. augusztusában, nem sokkal megismerkedésük után. Széchenyi ekkor 33, az osztrák grófnő mindössze 25 éves, három pici gyermek édesanyja. Férje Zichy Károly gróf a nagy korkülönbség ellenére ekkor még élete teljében lévő 46 éves férfi. A hirtelen támadt érzelmi fellángolás után Cressons mély vallásosságának köszönhetően nem volt hajlandó titkos szerelmi viszonyt folytatni Széchenyivel, aki ennek láttán önként visszavonult, és hogy bebizonyítsa, képes önzetlen, önfeláldozó szeretetre, új életcélt keresett és talált is magának, mégpedig Magyarország felemelését és polgári átalakítását. Ma már kevesen tudják, hogy az 1825. évi országgyűlésen tett felajánlása a leendő Magyar Tudományos Akadémia javára valójában e fiatalasszony rokonszenvének kivívása érdekében történt. Végül hosszú, 12 évig tartó gyötrelmes várakozás után, a férj váratlan halálát követően Széchenyi 1836-ban feleségül vehette az asszonyt, aki addig pusztán lelkitársként és barátként támogatta a gróf törekvéseit Magyarország modernizálása érdekében. Ölellek, csókollak milliomszor, kedves jó mucim! E szavakkal búcsúzott Kossuth feleségétől, Meszlényi Teréztől egyik levelében. Az 1848-as események vezér alakját igencsak mély érzelmi szálak fűzték hitveséhez, a kortársak feljegyzései szerint igencsak rossz természetű, gőgös és parasztos modorú asszonyhoz. Ma már nehéz lenne kideríteni, milyen is volt Terézia valójában. Annyi azonban bizonyos, minden hibája ellenére biztosította Kossuth számára a legfontosabbat, a nyugodt, békés családi légkört, és igazi lelkitársként támogatta őt a nehéz időkben is. Kossuth pedig őszintén tisztelte és szerette hitvesét, akit súlyos betegségében az orvosok tanácsa ellenére ő maga ápolt torinói otthonukban az asszony 1865-ben bekövetkezett haláláig. Kossuth és Teréz mély kapcsolatáról tanúskodnak a férjnek Nemeskéri Kis Miklóshoz írt sorai, amelyet néhány héttel felesége halála után vetett papírra. Kevés ember képes csak sejtetni is a viszony bensőségét, amely engem elhunyt nőmhöz csatolt volt. Mi ketten egy lények valánk, egymásnak egymásban éltünk. Ő meghalt, s én hátra maradt rom, úgy érzem magam, mint az eleven halott, aki csak annyiban él, hogy szenved kimondhatatlanul. Hasonló mély, szeretetteljes kapcsolat fűzte Batthyány Lajos grófot hitveséhez, Zichy Antónia grófnőhöz, aki a megpróbáltatások ellenére végig hű maradt Magyarország első felelős kormányának vezetőjéhez.
Az arisztokrata körökben talán ritkábban előforduló szerelmi házasság volt az övék. Antónia kitartóan támogatta férje politikai karrierjét, sőt, ösztönzőleg hatott a kezdetben magyarul még alig beszélő Batthyány politikai nézeteinek alakulására is. A reformkorban Zichy Antónia maga is kitűnt ellenzéki magatartásával és húgával, Zichy Karolinával kulcsszerepet játszottak a főúri társaság magyar szellemű átalakításában. Példaadásukkal szorgalmazták a magyar ruha viselését, báljaikon divatot csináltak a magyar táncnak, a társalgásban pedig a magyar nyelvnek. Batthyány 1849. januári letartóztatását követően Antónia aggódva követte férjét fogságának állomásaira. Magával vitte gyermekeiket is, hogy amikor csak lehet, Batthyány láthassa őket. A halálos ítélet mindkettőjüket váratlanul érte. Antónia megalázó körülmények között tudott egy utolsó, 5 perces találkozást kikönyörögni az osztrák hatóságoknál. Életének a legfájdalmasabb pillanatait később így örökítette meg. Beszédünk helye a szoba egyik sarkában volt, hol pár széket összeállítottunk. Lajos 2 széken félig meddig, mint szokott, feküdt. Én mellette ültem. Az egyik őr az ajtóban állt, a másik az ablak előtt. Csak félhangon beszélhettünk és félszavakkal, hogy a körülállók ne hallják. Inkább szemeiből olvastam, mit akart mondani. Egymás kezét szorítottuk, és a könnyek szemeinkben többet mondottak, mint sem mondhattunk volna a sok tanú előtt. Csak akkor tudtam meg, mennyire szerettem őt. Szerettem volna ott nála maradni, és vele együtt meghalni. De milyen volt az az ifjú hölgy, akiről Petőfi 1846. decemberében ezt írta Orlai Petrics Somának? Szatmárban egy olyan jánykát ismertem meg, amilyen Párizsnak is sok volna, a George Sandok hazájának. Szendrei Júlia kedvencei közé tartozott, a férfi álnéven publikáló írónő. Különbségeivel utánozta is. Haját ő maga is rövidre vágatta és dohányzott. Júlia nem csak a hitvese és a múzsája kívánt lenni Petőfinek, hanem maga is írói ambíciókat dédelgetett. Petőfivel közösen kiadták naplójának részleteit, és a Jókai szerkesztette életképekben is rendszeresen publikált. Később, a szabadságharc után Andersen meséinek első magyar fordítójaként hívta fel magára a figyelmet. Az ifjú házaspár 1847-ben Pestre, a Dohány utcai Schiller házba költözött, ahol Jókaival közösen béreltek lakást. Júlia igazi modern nőként nem vezetett háztartást és nem is főzött. Az ebédet egy közeli étteremből hozatták. A szabadságharc után, miután a csatatereket járva meggyőződött arról, hogy Petőfi meghalt, férjhez ment Horváth Árpád egyetemi tanárhoz, akitől később 4 gyermeke született. Ekkor még csak 22 éves volt, egyedül, az önkényuralom idején, az egyik legüldözöttebb forradalmár feleségeként, egy 1,5 éves kisfiúval a karján. Mi mást is tehetett volna? Ám a közvélemény nem bocsátotta meg neki, hogy hűtlen lett Petőfi emlékéhez, és mit sem sejtve a Petőfi nélküli életre ítélt, rendkívül sokat szenvedett asszony mély lelki szomorúságáról, súlyos vádakkal illették. Erőszakos természetű férjével kapcsolata hamar megromlott, inkább az egyedüllétet választotta, és 17 év házasság után, immár halálos betegen, elköltözött férjétől. 39 éves korában talán megváltásként érte a halál. E néhány női alak megismerésével talán új megvilágításba került a magyar történelem e jól ismert korszaka, amely bár a hagyományos megközelítés szerint a férfiak világa volt, mégsem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy a korszak nő alakjai ugyanolyan aktív szereplői voltak a 19. századnak.